itt állunk Badacsonyban, az ötnaposra tervezett Balaton felvidéki kéktúra kiinduló pontjánál. Minden, amit a természetben szépnek ismerünk, csodálatos képpen együtt van itt, a Badacsony környéken. Mindenből ízilétőt kapunk, tengerből, gyönyörű büszke hegyekből, omlatak öröd várakból, napsütötte, dalos szőlő téli alkákból. A monda szerint óriások játszottak itt valaha, játékos kockákkal, kúpokkal, dombokkal, labdázó óriások, Vulcanus fiai, akik valami hirtelen intésre elvonultak a földről, és itt hagyták szeszélyes összevisszaságban a játékaikat. Az elet leszámítva, szép időben vártunk neki a gyaloglásnak. A hajóállomásról indultunk, de mivel az drága volt, a vasúton pecsételtettünk. Könnyű úton értünk Dumajra, ahol a Bazar templom szinte egy kötelező megálló. A templom az 1930-as évek elején épült Szent Imre tiszteletére, mely Európa első bazar temploma volt. Komolyságával jól beleillik a mögötte húzódó Badacsony egy bazar torkonai közé. Kékjelzést elhagyva, a piroson a Salföldi Pálos kolostoron felé vettük irányunkat. És gyaloglás után felvett minket egy kocsis, ki elszállított minket Salföldre. Itt természetvédelmi majorban pihentünk egyet. Kék kút környezetében néhány 10 méter mélységből termelt ásványvizek,
közel 250 millió éves körzetekben áramlanak, többnyire mészkőben, dolomitban és homokkőben. Az ásványvíz keletkezésében a nagy mélyedéseket létrehozó és azokat követő törésvonalaknak rendkívüli jelentősége van, ugyanis ezek mentén széndioxid gáz áramlik föl több száz méter mélységből. Ez a közvetekben tárolt vizekben feloldódva szénsavas vizet hoz létre. Ez a felszín alatti víz megnövekedett oldóképességével számtalan értékes ásványi anyagot, kálciumot, magnéziumot, nyomelemeket vesz fel a közvetekből. Kővágó esetet hagyva a Sortókáli templomról felé vettük irányunkat. A falu nevének első említése 1389-ből ismert. Nemesek lakták és birtokolták. Temploma egyenes záródású 13. századi építmény csúcs íves ablakkeretekkel. A múlt században még a tornya is állott, ma leginkább a szentély feletti terméskőből rakott diadalév hívja fel magára a figyelmet. A puszta palotaromja minden bizonnyal a Sostókál falhoz tartozó, középkori eredetű, nagyméretű épület palota helyét jelöli. Két épület falai mutatkoznak egymás mellett, a nagyobbik a nyomokból ítélve emeletes lehetett. Okleveles adat erről a palotáról nem maradt fenn.